Szép jó estét kívánok, kedves nézőink, ünnepi beszélgetések, itt az esztendő vége, és ahogy minden évben, idén is megszólítjuk mindazokat, akik Székesfehérvár gazdaságában, politikájában, kultúrájában nagyon sokat tettek azért, hogy ilyen eredményes esztendőt zárhassunk, és hogy valóban eredményes esztendő volt vagy sem, azt például ma megtudhatjuk Major Istvántól, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója, aki a vendégem. Szervusz! Szervusz! Nagyon-nagyon érdekes az Alba Régia Szimfonikus Zenekar elmúlt két esztendei története, hiszen ha röviden is térjünk vissza 2015-re, amikor január 1-től önálló professzionális zenekart köszönthettünk Székesfehérváron. Hát rohan az idő, mert igazából ez most már három esztendő pillanatokon belül. Óriási változás következett be a zenekar életébe ezzel. Legfőképpen azért, mert egy önálló menedzsmentet kapott ez a zenekar, kapott teret, kapott egy olyan gazdasági hátteret, amiben meg tudott valósítani olyan projekteket, ami jelentősen emelni tudta mind a zenekar színvonalát, mind pedig a koncertek számát, mennyiségét itt Fehérváron is, illetve a régióban. Ilyenkor mi az igazgató feladata, az elsődleges feladata? Mondok itt elsősorban arra, hogy nyilvánvaló, hogy a zenekar kiegészül, néhányan távoznak, sokkal többen jönnek. Tehát csapatépítés kell. Másik oldalról pedig oltatnom egy olyan repertoár, ami az egyébként is kritikus fehérvári közönséget kielégíti. És ez így együtt. Én valóban ennek az első három évnek azt gondolom az volt a feladata, hogy az intézményt felállítsuk. Itt mind a zenész művészi oldalra, vagy művészi szervezeti egységre, ha gondolok, mint pedig az operatív háttér csapatra, ugyanis hát például mint ilyen nem igazán létezett. Most már 9 fővel ott állunk ez az együttes, ez a nagy együttes mögött, és szervezzük a koncertjeit. A zenész állomány, hát nyilván ez a látványos, és ez az a része az együttesnek, ami effektíve a produktumot, ezt a szellemi terméket létrehozza, amit koncertnek nevezünk. Hát itt szintén szükség volt egyfajta meghatározásának, annak a meghatározására, hogy kik azok, akik felkészültségben, kvalitásban megfelelnek egy bizonyos szintnek, amivel ez a zenekar működni tud, megfelelő minőséget tud produkálni. Hát ehhez nem szeretjük ezt az intézményt, amit próbajátéknak hívunk, egyéni meghallgatásoknak, de egyelőre nem találtak ki ennél még sokkal jobbat, úgyhogy ezen átesett 2015-ben a zenekar, gyakorlatilag mindenki egyéni meghallgatás útján erősítette meg a pozícióját, vagy került be a zenekarba. Én azt gondolom, hogy az elkezdett munkának a miensége okán nagyon sok embert sikerült bevonzanunk a zenekarba. Tehát vonzóvá tudtuk tenni ezt az együttest, és talán ennek még nincs is vége, talán ezt még tudjuk fokozni, hogy még vonzóbb legyen, még több kvalitásos muzsikust bevonzani, és olyan személyeket, akik a szakmai munkánkat segíteni tudják. Igen, hogy íve legyen a történetnek, mint egy versenyműnek, ha úgy tetszik. Igen, igen. Csak egy közbevetőleges kérdés. A szóló karriered, a zenekari zenész karriered csorbát szenvedett. Nem bánod? Nyilvánvalóan fel kell az embernek bizonyos dolgokat áldozni, hogyha valamit létre akar hozni, tehát minden áldozattal jár. Sajnálatos módon ez valóban úgy alakult, hogy jóval kevesebb időm maradt a személyes művészi megnyilvánulásokra, mint amit terveztem, vagy amit elképzelnék az életembe, és ezt sajnálom. Viszont azt látom, hogy nem működött volna ez a dolog anélkül, hogy én ne legyek 100%-ig ott a zenekar mögött, és ne legyek minden egyes mozdulatban ott és jelen. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy remélem, hogy jól látom, hogy szerencsés alkatom van így a zenei pályán. Nekem soha nem volt például inhüvelygyulladásom, sokan küzdöttek ezzel a pályatársaim közül. És hogyha egyszer-egyszer adódott ilyen nagyobb kihagyás,
nagyon könnyen vissza tudtam jönni. Igen. És most is úgy érzem, hogy most az utóbbi hónapokban megint több fellépés adódott, amit el tudtam vállalni, amiben játszanom kellett, és úgy éreztem, hogy egész gyorsan vissza tudom hozni, a formába tudom hozni magamat. Tehát így egyelőre még nem érzem azt, hogy bármit is így elveszítettem volna, hát az időt veszíti az ember, tehát ezek az évek nem fognak visszajönni, viszont olyan sok szép dolgot alkothattam a csapattal, ezzel a zenekarral, ezzel az intézménnyel együtt, hogy én azt gondolom, hogy ez kárpótol ezért. Minket is. Most jön a felsorolás egyéb iránt, hiszen új partitúra, Somorjai Ferenc hangver, kamarazenekari hangversenybérlet sorozat, a Farkas Ferenc hangversenybérlet sorozat, a Harmonia Albensis, a Muzika Szakra, az új partitúra, a Kodály év ebben az esztendőben. Azt hiszem, hogy csettint a komoly zenerajongó Székesfehérváron. Menjünk sorban. Mielőtt azonban a darabokról beszélnénk, azért említsük meg, hogy ki mindenki volt első számú karmesterként itt velünk, hiszen ez is felsorolhatatlan. Ugye Drahos Béla távozott, de azért itt volt még velünk, Medvecki Ádám, Dubocki Gergely és János Ács. Ács János is itt van velünk, róluk később külön. Kezdjük az új partitúra. Én azt gondolom, hogy a Kodály emlékév keretében ez az ifjúsági hangversenysorozat bemutatta azt, ami minden városban, minden szimfonikus zenekarnak kötelessége lenne. Olyan szinten közelhozni a fiatalokhoz a komoly zenét, ahogy ti megtettétek. Valóban úgy tűnik, hogy ez nagyon sikeresen tudtunk hozzányúlni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mit kínálunk, tehát hogy ez befogadható legyen a gyerekek számára. Ezen kívül rendkívül fontosnak tartom azt is, hogy ezekre a koncertekre legalább olyan gondossággal készültünk, és megpróbáltunk minél többet adni a gyerekeknek minden téren, tehát hogyha csak azt mondom, hogy most tegnap az ifjúsági koncerten szaloncukor esőt rendeztünk nekik, ez egy olyan dolog, ami nem feltétlen tartozik egy koncerthez hozzá, de mégis személyessé teszi, kötődik a gyerek ezekhez az alkalmakhoz, ezek által is. Tehát megpróbáltunk mindenféle eszközzel közelíteni hozzájuk, vagy például, hogyha megnézzük az idei műsorfüzetet, nagyon elegáns módon jelentünk meg, és mégis teletettük plusz információkkal, szerzőknek az évfordulóival, korszakokkal, még vonalzó is található benne, tehát hogy használják, legyen az ő életük része a komoly zene és ezek a témák, hiszen nagyon, nagyon vékonyan van az ő életükben ez jelen. Nos, hát itt volt nekünk Hári János. Csányi Valéria vezényletével, azt hiszem, hogy egy remek este, diótörő, egy jazzparádé, és még vár ránk a székelyfonó Melát Andreával és János Ács vezényletével. Azt hiszem, hogy ez egy csodálatos Kodály év mindenféle értelemben. Hát a Kodály valóban nagyszerűen sikerült, én is azt gondolom. Büszke lehet minden olyan város, aki ehhez hasonlót tudott létrehozni, és nagyon hálás vagyok én személy szerint minden egyes előadónak, intézménynek, együttesnek, akik ebben tevékenyen részt vettek, mert egy nagyon nagy összefogásról tanúskodik ez a Kodály év, azt gondolom, és arról, hogy Kodálynak még mai napig is milyen óriási ereje van, hogy ennyire erősen tud mozgósítani. Nagyon sokan kérés nélkül csatlakoztak ehhez, tudták, hogy évforduló van, kettős évforduló, és maguktól jelentkeztek, úgyhogy és nagyon itt az büszkék lehetünk erre. Természetesen az Alba Régia Vegyeskart, a Primavera Kórust, a Vox Mirabiliszt, és mindazokat, akik segítettek, hiszen nagyon sokat tettek azért a pedagógusok, karnagyok, hogy ez itt egy egységes kerek és egész legyen. Abszolút, de hát itt lehet említeni a zenei nevelésére alapítványt, a zeneiskolát, a Csitári műhelyt,
Tehát, és elnézést, akit kifelejtek, de rengetegen szerepeltek ebben az évben Kodálya kapcsolatban, és ez én azt gondolom, hogy identitásunk szempontjából is rendkívül fontos. És a fiatalok identitása szempontjából teszem hozzá, hiszen végig kísértük az egész új partitúra hangversenysorozatot. A fiatalokról el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lelkesen jöttek, és megtanulják a komoly zenét, úgy tűnik. Én is úgy látom, hogy a fiatalok egyre jobban nyitottá kezdenek válni a komoly zene irányába. Látják ennek a sokszínűségét, kezdik érezni ennek az értékét, és én abszolút pozitívan látom ezt a dolgot. Itt Fehérváron nagyon nagyot tudtunk előrelépni. Bízom benne, hogy ez így is fog maradni. Bízom abban, hogy lesz lehetőségünk még több fiatalt elérni, és még többeknek elvinni. Illetve a másik nagyon fontos dolog, amit én azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt a megkezdett utat elmélyíteni bennük. Tehát, hogy ez ne csak egy felszín maradjon, hogy én 7. osztályos koromban elmentem 4 darab ifjúsági hangversenyre, hanem ez így az életük részévé váljon, és amikor már felnőttek lesznek, és önállóan döntenek az életükről, akkor legyen ez része az életüknek. Persze, itt hozzáteszem azt, hogy a pedagógusok elmondták azt, hogy ma már nem lehet őket irányítani és elvezényelni egy ilyen ifjúsági koncertre, mint esetleg korábban. Ma, ha van kedve, akar jönni a gyerek, akkor jön, ha nincs, akkor nem. Tehát úgy látom, hogy örömmel jönnek a gyerekek is. 2 bérlet, 2 legenda. Somorjai Ferenc tanárúrral kezdjük, a kamarazenekari hangverseny bérlet sorozat. A Simple Symphony-val kezdődött, egy egészen új. Ugye itt meg kell, hogy említsem Bújtor Balázs, Bújtor István fiáról van szó, és Maród Bálintot, akik egy olyan estét hoztak el nekünk, amit nem is gondoltam volna. És tehát ez is egy újdonság volt. Újdonság volt, mondjuk a repertoár szempontjából nem volt igazság szerint különleges műsor. Abszolút hagyomány, ugye a Simple Symphony címet kapta ez a koncert. Britneynek ezt a nagyon népszerű darabját adtuk elő. Illetve volt Boccherini cselló verseny, volt Rossini szonáta. Tehát ezek abszolút a koncert pódiumok rendszeres műsorszámai. Itt nyilván Bújtor Balázs személye nagyon sokat tett hozzá, és Maród Bálint szintúgy. Bújtor Balázs egy kiváló hegedűművész, aki nagyon egyéni módon tudott a zenekarhoz nyúlni, úgyhogy ezért volt emlékezetes ez az este. A Várszerenád nem különben, hiszen aki a Borivárban részt vesz egy ilyen, soha nem fogja elfelejteni. És ráadásul akkor már, ugye Drahos Béla vezényelt még, akkor tudtuk, hogy egyszer majd távozik. Tehát egy ilyen kicsi búcsú volt ez. Hát én azt gondolom, hogy Drahos Bélától nem búcsúztunk el, hiszen most is 17-én vezényli a zenekart a karácsonyi koncerten, jövőre is vannak lekötött koncertjei, tehát Béla már a szívünkhöz nőtt, és is a zenekar örökös tagja. De hát nyilvánvalóan a megújulás szellemében új idők jönnek, új művészeti vezető jön, és a zenekar ilyen formájában is valamelyest egy újabb arcát fogja majd mutatni. A borivárs koncertek valóban nagyon kellemes emlékek, az emberek nagyon szeretik ezt a koncerthelyszínt, nagyon fontos koncerthelyszín számunkra, minden egyes helyszín, ahol játszunk, nagyon fontos, hiszen egyelőre még nincs koncerttermünk, tehát ezeket a helyszíneket kell is szeretnünk, de hát van is miért szeretni. És azt gondolom, hogy a Borivárban az idei és a tavalyi koncerten is olyan műsort mutattunk az embereknek, ami nagyon odaillett abba a millióbe, és nagyon emlékezetes szerintem Bélának a fuvolázása, és mindig nagyon nagy élmény őt hallgatni. Bach és Lipcse, Díny és Somával megint csak egy olyan este volt, amire mindig emlékezni fogunk. Jó érzés az, amikor visszatérő dolgokat tudunk létrehozni, tehát valami annyira jól sikerül, hogy azt mondjuk, hogy a következő évben ismét meg akarjuk rendezni. Hát ez is egy ilyen volt, hiszen Díny és Soma már 2016-ban is a Somorjai Bérletben egy ilyen barokk előadással
mutatkozott be a zenekar élén, és idén ezt megismételtük, nyilván egészen más darabok hangzottak el, de ugyanúgy a barokkorból, ugyanúgy az első magyar kórusiskola, Kodály iskola kórusa, fiúkórusa volt a vendégünk, ugyanúgy voltak régi hangszerek a zenekarban, és egy archaikus előadást hallhattunk, úgyhogy, és ismét sikere volt ennek a produkciónak, úgyhogy mindenképpen Somával való együttműködést is folytatjuk a jövőben. És ha már a visszatérőkről van szó, és Ninnyes Soma, akkor van egy másik visszatérőnk, nem különben vártuk már nagyon, Bogányi Gergőt és az ő csodazongoráját, hát ugye ez a Magyar Királyban volt, előtte beszélgettünk Bogányi Gergellyel, ő is szeret Székesfehérváron, és mi is szeretjük őt, és ti is, hála Istennek, és ráadásul eljön hozzánk, ami nagyon nagy szó. Én azt gondolom, hogy ő például, amit említettem, hogy bevonzunk olyan embereket, akik nagyot tudnak lendíteni a zenekaron, hát ő is egy ilyen személy, tehát aki ott volt legutóbb ezen a koncerten, valami parádés volt tényleg az a zongorázás, amit őtől hallhattunk. A ráadás az a Debussy szám meg aztán végképp felejthetetlen, és abból az új zongorából olyan hangszínek jöttek, hogy hát ezt nagyon így szavakban nem lehet önteni. Nagyon szoros kapcsolat kezd kialakulni Bogányi Gergellyel. Úgy látom, hogy hosszú távon együtt fogunk működni. Tervünkben van most egy közös CD-nek az elkészítése, úgyhogy hát ő is az a személy, aki a zenekar életében egyre fontosabb szerepet tölt be, és ennek nagyon örülünk. Ugyanúgy, mint nekünk augusztus 20-án a muzika szakra, illetve a kapcsolódó rendezvények, mégpedig azért, mert ugye gyakorta mondjuk, hogy királyi város, koronázó város vagyunk, azért mégis mindennek a csúcsa augusztus 20-a a Szent István ünnepségek a királyi napok keretében. A muzika szakra adja a fenségét a zenei esztendőnek. Rendkívül megtisztelő a számunkra, hogy itt Székesfehérváron ezen az ünnepen ilyen rangos körülmények között megjelenhet a zenekar, és a figyelem középpontjába kerülhet. Itt ugye hát egy 2500 nézőt befogadó helyszínen, a Nemzeti Emlékhelyen megjelenni évről évre, ez egy komoly kihívás. Kihívás azért, mert nyilvánvalóan ilyenkor egy ünnepi alkalommal a zenekar is különösen figyelmesen és különös szakmai gondossággal kell, hogy felkészüljön, és hát világsztárokkal dolgozhat ezeken a koncerteken a zenekar. Ez hát gyakorlatilag az évkoncertje szokott minden alkalommal, mint évkoncertje jelenik meg, úgyhogy ezek felejthetetlen emlékek. Én beleborzolok, meg kell, hogy mondjam, mint a Harmonia Albenzisbe, az pedig a maga bensőséges hangulatával, a témaválasztása ugye adja magát, hiszen templomi koncertsorozatról van szó, de azok a személyiségek, akik ott megjelennek, kezdve Nedvecki Ádámmal a karmesterként, azok, tehát egyszerűen leborulunk előtte. Hát én azt gondolom, egy fantasztikus ötlet volt ez Somorjai Ferenctől, amikor elindította a Harmonia Albenziszt. Székesfehérvárnak kiváló alkalom, kiváló lehetőségei vannak egy ilyen nyári templomi hangverseny sorozat megrendezéséhez. Nagyon jó az, hogy különböző templomokban különböző hangulatú koncerteket tudunk rendezni. Elválaszthatatlan ettől a sorozattól egy orgona koncert, kamara zenekari koncert, nagy szimfonikus koncert, tehát változatos programot tudunk nyújtani az embereknek. Úgy látszik, hogy komoly igény nyílik arra, hogy nyáron a nagy hőségbe egy picit lenyugodni, megnyugodni egy ilyen szép templomban, egy ilyen szép környezetben, és hétről hétre megtellenek a templomok, úgyhogy... És nem véletlenül hagytam a végére a Farkas Ferencet, hiszen szintén nagyon sokat köszönhet Székesfehérvár zenei élete neki. Nemrégiben avattunk emléktáblát a tiszteletére, és a hangversenybérlet keretében pedig el kell, hogy mondjuk, Boros Csilla és barátai. Amikor arról beszélünk, hogy milyen sokat jelent nekünk az itt vendégszereplő, kiváló karmesterek, énekesek, akkor Boros Csilla otthonról hazajön, hiszen ő székesfehérvári, és most is bebizonyította a Vörösmarty Színház koncertjén, hogy fenomenális. Hát
valóban a Farkas Ferenc bérletünket mi magunk között csak úgy hívjuk, hogy a nagy bérlet. Hát ennek az az oka, mert egyrészt nagyon nagy apparátussal, ugye nagy szimfonikus zenekarral állunk színpadra ezeken az alkalmakon, mert nagyon nagy előadókkal, és ezek közé tartozik Boros Csilla is, illetve nagyon veretes, komoly nagy műveket ad elő ebben a sorozatban a zenekar. Hát valóban nagyon-nagyon szép élmény ez a december 1-i koncert, ahol Boros Csilla mellett szintén Székesfehérvár és Ellei Etelka, illetve a kiváló bariton Kálmándi Mihály lépett színpadra, és azt gondolom az opera irodalomnak gyöngyszemeit válogatták össze, és mindezt Medvecki Ádám vezényelte, egy nagyszerű hangulatú koncert volt, és hát ebben a sorozatban bízom benne, hogy a többi is hasonlóan nagy élményt fog majd jelenteni és a közönségünknek. Mielőtt elbúcsúznék tőled, január 1-je, tehát már 2018, az újévi illúziók Hajnóci Somával, ezt soha nem feledjük, hiszen én azt gondolom, hogy egy zseniális ember ő maga is, az különleges tehetségű illúzionista és remek zenész, tegyük hozzá. Valóban, tehát Soma is azok közé tartozik, akit úgymond bevonzottunk, pedig nem is zenész, bár egy kicsit az, mert nagyon szereti a zenét, és most is nagyon készül, még maga is komponál zenét, és meg hangszerel, tehát nagyon sok közös műsorszámunk lesz ebben az újévi koncertben, úgyhogy biztatok mindenkit arra, hogy jöjjön és hallgasson meg bennünket január 1-én is. Nincs kétségem felőle, hogy teltház lesz a Vörösmarty Színházban. Milyen terveitek vannak, hiszen azt hiszem, hogy minden egyes lépcsőt mindig megléptek felfelé. Említenék, ha szabad, még egy koncertet az idei évből, ami kiemelkedett, ez a Parlami Demore koncert, ja, igen, a Városház téren. Ez azért emelem ki, mert ez megint csak annyira jól sikerült, hogy nem tudunk mellett elmenni, tehát ezt a koncertet valamilyen formában jövőre ismét meg kell rendezni. Természetesen nem ugyanezt a műsort, meg nem feltétlenül ugyanezekkel az előadókkal, de egy ilyen nyár elejé opera slágerekből összeállított koncertet mindenképp terveznénk a jövő évre is. Ezen kívül, hát a zenekarról el kell mondanom, hogy nagyon beindult a nemzetközi karrierje is. Ennek a 3 éves munkának úgy tűnik, hogy ilyenfajta eredménye is születik. Februárban van 4 előadásunk, illetve március elején Angliában, Nottinghamben a Royal Concert Hallban, illetve Manchesterben, a Manchester Palace-ban. Úgyhogy ezek nagyon rangos előadások lesznek. Azután hát nagyon sok szép tervünk van Ács Jánossal, Tubocki Gergellyel. Ács Jánossal elsősorban a szakrális zene irányában szeretnénk minél komolyabb produkciókat létrehozni. Tubocki Gergellyel a szimfonikus produkciók, illetve adott esetben a fiatalosabb, könnyedebb megjelenéseinket tervezzük. Természetesen Díny és Somával folytatjuk a munkát, kamarazenei koncertek rendszeresen lesznek jövő évben, amelyeknek ő lesz a házigazdája. Ahogy említettem, Bogányi Gergellyel CD-re készülünk, úgyhogy hát munkából azt gondolom lesz elég, ötlet is van sok, győzzük a megvalósítását. Legyen minden esetre én a 2017-es esztendőt köszönöm minden klasszikus zene rajongó, komoly zene szerelmeseinek nevében, és köszönöm, hogy megtiszteltél, és eredményes, boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen Albert is mindenkinek. A zenekar valamennyi tagjának. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Kedves nézőink, évértékelőnket, ünnepi beszélgetésünket látták. Vendégem Major István volt, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.